kívülről úgy tűnt, hogy ez egy nagyon tudatosan felépített úszás volt, mintha nem is a világcsúcs lett volna a cél, hanem az, hogy megnyerd ezt a versenyt, jól látom? Igen, nem a világcsúcs volt a cél. Elsősorban az volt a legfontosabb, hogy meg tudjam védeni a címemet, ez volt a legfontosabb. Ez volt a legfontosabb, azért azt el kell mondanom, hogy szerintem én nagyon okos döntést hoztam azzal, hogy visszaléptem 100-on, hiszen a mai nap folyamán a reggeli előfutamok a legutolsó szám, egyéni szám volt a 200, délután pedig a harmadik döntő. Összesen a szállodában eltöltött időm a kipakolással, az ebéddel és a pihenéssel együtt volt 40 percem, ami azt gondolom, hogy egy világbajnoki döntővel, világbajnoki döntő napján nem sok. Úgyhogy itt a délután folyamán szerintem nem csak én, hanem többiek is éreztük ezt a kevés időt, de azt gondolom, hogy az az idő és az a versenyzés, hogy föl tudtam építeni a saját 200 méteremet, azt gondolom, hogy engem ez nagyon nagyon nagy örömmel tölte, hiszen ez az évem nem volt egy kimagaslóan jó évem, hiszen London és Rio között ez a köztes év, ez azzal telt, hogy egy picit visszafogtuk magunkat, hogy egyrészt új dolgokat tanuljuk, másrészt, hogy kicsit rápihenjünk az elkövetkező két évre, hiszen jövőre hosszúpályás világbajnokság, jövőre kvalifikációs év, aztán pedig az olimpiai év következik, ami hát nyilvánvalóan a sport, egy sportó szemében szerintem a legnagyobb, úgyhogy bármennyire is nagy öröm számomra ez a rövidpályás világbajnoki cím, azért azt egyértelműen le kell szögezni, hogy természetesen nem kisebbítve ezt a versenyt, hogy azért ez egy rövidpálya, nem egy olimpiai táv, nem egy olimpiai szám. Ettől függetlenül a világ nagy része azt gondolom, hogy itt volt, tehát hogyha valaki itt jól tud szerepelni, egyértelműen az mutatja azt, hogy nagyjából a világban hol van a helye, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy egy fél másodperces eleménnyel tudtam győzni, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az a jövő évi világbajnokság és az olimpia, egyértelműen az elkövetkező két évben két legfontosabb verseny. Nagyon köszönöm szépen, hogy a